Eredeti állapotába állítják helyre a Kálvária alatt álló 1891-ben emelt fogadalmi Mária szobrot. Az alkotáson jócskán nyomot hagyott az idő. A restaurálás során megtisztítják, rozsdamentes anyagra cserélik a szobor vázát, újrafestik a külsejét, újraformázzák a jogart és aranyozzák a koronákat. A helyreállítást egy magánszemély, Rajki Gyuláné kezdeményezte, aki férje révén rokonságban áll Rumi Rajki István szobrászművésszel.